За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонів українців. Ремонтні роботи тривають. Egy nap leforgása alatt csak nem 6 millió ukrajnai lakos otthonába kapcsolták vissza az áramot. A vezetékes vízellátással azonban továbbra is nagy gondok vannak, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök legutóbbi videóüzenetében. A javítási munkálatok a pénteki terrorcsapás után is megszakítás nélkül folytatódnak. Még sok munka van a rendszer stabilizálásával kapcsolatban, mondta az elnök. Kifejtette, hogy problémák vannak a távfűtéssel és nagy gondok a vízellátással. Volodymyr Zelenszky ismételten azzal a felhívással fordult a nemzetközi partnerekhez, hogy biztosítsanak Ukrajnának megbízható légvédelmi pajzsot. Kijelentette, hogy a nyugat képes lenne 100%-os védelmet nyújtani az ukrán embereknek az orosz rakétákkal szemben. Az Ukrenergo áramszolgáltató vállalat közben nyilvánosan cáfolta, hogy Ukrajna felújítaná a villamos energia exportját. Mint közleményében írta, Oroszország hamis levelet terjeszt ezzel kapcsolatban, mellyel az oroszok célja, hogy feszültséget keltsenek a társadalmon belül. Terroristi все одно програють.